Üdvözlet mindenkinek, szevasztok! Üdvözlet minden kedves tanulni vágyó embernek, aki itt van a streamen. Ma este minden a túlélésről és a csodálatos technikáról és a túlélési ösztönökről fog szólni. Remélem, hogy ti is készen álltok erre a dologra, mert én borzalmasan készen állok. Tehát én... sokan nem tudják egyébként, de az előző The Forest játékban van egy olyan achievement, hogy The Forest Master, és ez nekem megvan kétszer is, mert kétszer játszottam végig a játékot. Speedrunoltam is egyébként, Kukutyin Béla néven vagyok fent a ranglistán, hát körülbelül egy 25 perc alatt tudtam végigjátszani a játékot. És hát azóta is iszonyatosan nagy Forest, hogy is mondjam nektek, történelemnek vagyok én a részese. Úgyhogy én nagyon-nagyon vártam ezt a játékot. A fejlesztőkkel is szoros kapcsolatot ápolok, és hát segítettem is nekik néhány dologban. Meglátjuk, hogy hogy lesz. Na jó, most... Komolyan fordítva a szót, életemben utoljára, először is utoljára akkor játszottam Forresttel, amikor láttátok. Az Pistivel volt valamikor 2015-ben, vagy 2004-ben, és akkor játszottunk, hát szerintem olyan bruttó 2 órát a játékkal, és akkor ebből vágtunk össze valamit. Úgyhogy nagyjából ennyi tapasztalatom van a Forresttel kapcsolatban, és tudom, hogy akkor játszottunk vele utoljára Pistivel, amikor még sztoria sem volt a játéknak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lett itt ezzel. Mondtam is ma a Happy Hour-ben, hogy én nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez jó ötlet, hogy ezzel játszunk, de amúgy azon gondolkozom, hogy miért ne? Tehát, hogy most mi az, ami miatt ne? Úgyhogy megpróbálom. Már megpróbálkozom ezzel a csodálatos dologgal. Az előző játéknak a történetét nem ismerem. Azt tudom, hogy itt valami gyereket elraboltak, és akkor közben... Tehát itt voltak dolgok. Én erről tudok. Közben meglett a gyerek. Én erre emlékszem. 4 reklámot, Illusion King 4 reklámot kapott. Illusion King... Írni fogok a Twitchnek, mert én azt írtam, vagyis úgy állítottam, hogy legalább 6 reklám legyen mindenkinek, úgyhogy én nem tudom, hogy mi történt. Hogy csak 4. Ez kevés. Ne haragudj, de hát akkor miért vagyok itt? Jó, csak viccelődök. Szóval, nyomatjuk neki ezzel a Sons of the Forest-et. Kíváncsi vagyok rá, megnézzük. Nagyon fontos, hogy én életemben nem játszottam ilyen Survivor játékokkal szinte soha, úgyhogy ezért is lesz érdekes ez a mai stream, hogy Survivor játék szűzként, Isten igazából, milyen élmény a Sons of the Forest. Ez ma kiderül. Nagyon szépen köszi a stream elejé támogatásokat. Ahogy látjátok, a notification-ök itthon sem készültek még el teljesen. Ráadásul, mikor hazajöttem, rájöttem, hogy nagyon jól alakul egyébként a benti notification-ünk. A jövő héten már 99% hogy lesz most már bent rendes kiírás, hogy ki iratkozott fel, stb. Mikor hazajöttem, akkor jöttem rá, hogy itthonra egy teljesen másikat kell csináljak, mert máshogy néz ki a stream. De nem baj, megoldjuk, csak mondom nektek, hogy itt vannak dolgok. Itt ez a kis VR logó itt ebbe a sarokba, az viszont ott figyel titeket, az gyakorlatilag a streambe is benne lesz, az folyamatosan reagál úgymond a chates interakciókra, és ugye az ilyen csírekre, meg a notification, donétek, stb. Dolgokra, úgyhogy érdekes. Na, nagyon szépen köszi, Ani Ginnek az új feliratkozás, vagy Ani Ginnek, Twister Dash, kösz a 35 hónapot, Lissi Bell, kösz a 7 hónapot, Kenyo Gameplay, kösz a 15 hónapot, Zsoca, kösz a 42-t, Leave My Mark, köszi a giftet, It's Vitox, kösz a subot, Leave My Marknak köszi a cheert, Sutyula, Naudorel, köszi a dupla cheert, Jadon, köszi szépen a 8 hónapot, Lars Kurutz, köszi szépen a fél éved, Shraubi, köszi a 40 hónapot, csak sikerült, Mikotto, köszi a 70 hónapot, Ádám Nagy, köszi a 34 hónapot, Kaunas Dagaz, köszi a 4-et, Primfaya, Buborékfánk, Gina,
Fruzsi, Ates, Largo Big, nagyon köszönjük mindenkinek a támogatásukat. Black One Mountain, köszi szépen a subprime subot. Kovacs, Enci, Mercus, Hülyevagány, köszi a 3 hónapot. CCX Ray, nagyon szépen köszi a 25 hónapot. És S. Gábor, nagyon köszi. Szia Jani, Léci, kívánj boldog születésnapot a legjobb barátomnak, Sanyinak. Kedvencünk vagy, és ez lenne az egyik ajándéka. Sanyi, hát boldog szülinapot neked. Boldog szülinapot, Sanyi. Arfails, kösz a 33 hónapot. Vati Gyuri, köszi a 2 hónapot. Domi, kösz a 15 hónapot. Hol tart? Basszus. Eltűnt. Eltűnt. Igen. Domi, Bence, Csillólány, köszi a gifteket. Kis Kacske, köszi a 17 hónapot. Tekeboy. Szia Jani, sajna, csak egy kicsit bírok benézni, reggel munka, de neked jó gémet János. Tekeboy, kitartás neked holnap a melóhoz, és köszi, hogy itt vagy. Megnézzük, hogy én mennyi ideig bírom. Köszi. Szegedi Filmstúdió, kösz a giftet. K. Gibor, kösz a 16 hónapot. Cinci Pinci, köszi a giftet. Bence, kösz a csírt. The Teacher TV, kösz a 3 hónapot. Geri, kösz a 7 hónapot. The Dev One, kösz a gifteket. Vajas Kifliz, Zsófiaj, Riborn, nagyon szépen köszi, Toneröcsi, remélem nem fossunk be ma este. Szerintem én nem hiszem, hogy a Forest olyan félelmetes lenne, legalábbis én nem tudok róla, hogy az lenne. Az? Hát most nézzétek, amúgy alapvetően ugye az volt, hogy pénteki horror este, elméletileg a Forest egy horror játék, de javítsatok ki, hogyha tévedek, de én úgy tudom, hogy az. Úgyhogy... valamilyen szinten mégis csak horror, csak hát azért nem az a nagyon elbaszott indie horror, amit már megszokhattunk, de valami hasonló. Medve Mackó, Lengyel Roland, Zab teljes Latte, köszi. Makesz, kösz a 70 hónapot, 2014 óta követem a munkásságotokat, lassan 6 éve tudlak titeket támogatni. Remélem sokáig itt lesztek még velünk. Nagyon köszi Makesz, hogy itt vagy, és hogy 6 éve támogatsz minket, meg hogy olyan régóta követsz minket. Én is remélem, hogy sokáig itt leszek még veletek, meg leszünk még veletek. Bízom benne. Hawker lesz, köszi a 7 hónapot. Jani, eszméletlen lett a mai videó, GG. Melyikre gondolsz, Hawker, mert hogy ma volt 3. De a gondolom a nagy csatornás videóra, a 5 Minutes Crafts-esre gondolsz, ha jól sejtem. Mikoto Kenwade Lord Novák, nagyon szépen köszi mindenkinek közben. Vikóca, kösz a csírt, az összes zseni. Jani BT. Mi? Nem látom, hogy írt volna. De gondolom arra gondol. Cetil Piridinium, köszi a csírt. Örülök, hogy tetszik a 5 Minutes. Ja, meg a mikrofonos is tetszett. Na, örülök. Nézzétek, a 5 Minutes Crafts-es videó, Dani kivágta a videóból, de most itt elmondom nektek, hogy ez az ő ötlete volt. Ez tényleg, ez most így 100%-ban az ő ötlete volt, és szerintem amúgy fasza ötlet. Kicsit másra számítottunk Pistivel, ezt mondtuk is Daninak, hogy azt hittük, hogy ezek tényleg ilyen, ezek az igazi DIY-os ilyen poénkodások lesznek, és azért ezeknek a 5 Minutes Crafts-es videónak a nagy része tényleg olyan hatású, mintha paródia lenne. De közben egyébként írták is a videó alatt sokan, hogy ez tényleg, ez valid. Nem tudom, hogy mennyire inkább a viccen van itt a hangsúly, de Isten igazából tényleg nagyon vicces volt, úgyhogy jókat válogatott össze Dani. Szepe, igaz, már Pistileg is leírtam a délutáni streamben, de megírom neked, hogy ma meghozta a Futár a webshopból rendelt terméket, 10x10 az anyagminőség mindegyiknek, és a méretek is megfelelőek lettek, szóval meg vagyok velük teljesen elégedve. Na, Szepe! Nagyon köszönjük! Egy héten belül akkor ezek szerint meg fog érkezni hozzád az értékelő e-mail, amiben arra kérünk, hogy majd tényleg értékeld a termékeket, mert ugye van egy ilyen baszú kis értékelő rendszer most a webshopban, úgyhogy örülök, hogy elégedett vagy, ez a fasza. Tényleg, nagyon örülök. Norbi, nagyon szépen köszi a 73 hónapot. Fun fact, 73 hónapja játszottatok kb. A Conan-nel, mint survival játékkal. Nekem onnan fut a számlálás, és a követés persze régebb óta. Ez már tényleg sok a gombócból is. Üdv mindenkinek, kellemes péntek estét. Norbi, nagyon köszönjük, hogy itt vagy. És
Hát, hogy is mondjam neked? Én nem is hiszem, hogy 73 hónapja volt a Conan. Rohadt élet. Hát akkor hülyeséget mondtam, hát a Conan az a legnagyobb survival game-ek egyike, és hát én azzal is nyomtam. Úgyhogy ez easy peasy. Mérges Cica, kösz a 41 hónapot, Natot, köszi a 3 hónapot, Reeds, a Csírt, Szegedi Filmstúdió, a Csírt, köszi, Rudi Bálint, Béla, és Szaszmusz, és Vikó, nagyon szépen, és Barzsnak is nagyon szépen köszönöm, srácok. Köszi szépen itt a sok-sok támogatás ma este. De, hát egyszer el kell kezdjük a játékot, mert, hát hogy mondjam, telik az idő. Úgyhogy kezdjünk bele, én elindítom a gémet, bekapcsolom a szinkronizációt, hogy legyen valami kis effekt itt a háttérben, ilyen VFX. Azt mondja, update van, de én most nem akarok update-elni. Köszönöm szépen, hogy felhívtad erre a figyelmet, de nem. Én nem akarok update-elni. Gyere! Ez az. Már szinkronizáltuk a fényt. Na nézzük. Azt mondja, hogy Sons of the Forest. Ujj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 
Ó, ez gond. Pillanat. Remélem, hogy nem lesz gond itt a grafikával, meg így a gameplay-jel. Én már most állítom is be, azt mondja, magyar véletlenül sincs benne, ugye? Nincs benne magyar. Mindjárt mutatom a játékot, ne aggódjatok. Egy pillanat. Az egész. Nincs benne magyar. Oké, oké, oké. Oké, oké. Na! Azt hiszem beállítottam. Na! Ügy! Ott is van! Sons of the Forest! Pa-pa-pa-pa! Anyád szeret, köszi a szubot! Erika, Panel Ninja, Rolander, Renny, Kálaci, Deadname, Turista Szalámi, Firebeats, Boglárka, nagyon szépen köszi. Anomália, neked is nagyon köszi. Kezdjük az új gémet! Ja, igen! De várjátok már egy kicsit. De mi az, hogy itt 10 év van? Új game. És most milyen módban játszok? Hát normál, nem? Peaceful. Peaceful, normál. Azt mondjátok hard? Jó, hard. Akkor hard lesz. Jó. Na! És akkor most kezdődik is. Ugye az első részben egy repülőgép szerencsétlenség történt, ugye? És úgy zuhantunk le. Na most nem tudom, mi lesz. Mit fognak kihozni ebből a sztoriból? Equip your GPS. Ebben van GPS? Na várjátok, az előző részben is volt GPS? Nem, nem volt. Azért az új. Ha. Már ereszkedik a helikopáter. Miért vagyunk itt? Ha? Itt van velünk Fisáj. Kelvin. Edward Pufton, 31 hete eltűnt. Tehát akkor most egy ilyen keresőcsapatnak a tagjai vagyunk. Ezek szerint. Barbara Pufton is eltűnt. Virginia Pufton. És eltűnt. Van itt egy map. Ja, hogy ennyi volt.
Fight Demons. Valami történt a géppel, vajon lezuhanunk? A rohadt életbe. Azt a kurva élet, nem hiszem el. Egy újabb forest gép és újra lezuhanunk. Olyan, mintha ott lennék. Huha. Huha. Baszk, ez gond. Dead. Ennyi. Ez kicsoda ez ebbe a fézi ruhába, alufóliába. Azt a rohadt élet. Micsoda hóeffekt van. Azt nézd meg! Open emergency only. Halljátok? Azt nézem, hogy... Szétesik a kép. Ettől tartottam. Az a baj, hogy a játék... alapból nekem a Windows 144 Hz-en van, és a játék annak... nem képes 60 Hz-re lokkolni magát, ahogy kellene nekem. Adjatok egy pillanatot, akkor elnézést mindenkitől emiatt a para miatt. Muszáj megoldani, mert tényleg eléggé vállalhatatlan úgy. Fura, hogy nem lehet. Nincs. Nem lehet, tehát ha bekapcsolom a V-Sync-et, akkor a 144-et osztja el. És valamiért csak 72 Hz-et enged beállítani, ami nem jó, mert a streamer gépen a capture cardnek 60 Hz-es jelet vár, úgyhogy sehogy se jó. Leállítom most 60 Hz-re akkor a Windows-t, és akkor elméletileg most jónak kellene lennie. Nekem is nagyon bízom benne, ugye kiderül. De amúgy az elég szar, nem? Én nem is találkoztam ilyen játékkal, ami ilyen. Mármint, hogy nem lehet 60 Hz-re fixen beállítani. V-Sync 60 Hz. Most jó lesz. Most jó is lesz. És Kanti, van Kanti. Nincs Kanti. Újra meg kell nézni az intrót. De szerintem el lehet skippelni az intrót amúgy. Victoria Vic... Ki? Tória, köszön 8 hónapot. Kecskébe fingó tevel neked meg a fél évet, köszi. Milanovic, Gentleman, Series Fan, Brokkoli leves, Kaustus, The Tired One, köszi mindenkinek. Na nézzük. El lehet, elméletileg el lehet skippelni, úgyhogy elskippelem. Most zuhanunk. Most valami történik. Figyelj, de már most... Egy teljesen más helyszínen keltem fel. Hogy mi? Ez a fóval egy kicsit sok. Kicsit ilyen... Na így jobb. Egyszer elindulunk, esküszöm. Ki találja ki ezeket a sensitivity beállításokat? Az úgy, esküszöm, annyira összefutnék ezzel az emberrel, aki szerint ez így jó. Talán. Na, szóval, most itt kezdtünk. 60 FPS-e van, nincs olyan ideg. Azt nézz rá meg! Mi történik? Egy túlélő, rajtunk kívül. Kelvin! Szevasz, Kelvin! Ez beszakadt a... Megsügetült? Hát látni se nagyon lát, Kelvin. Ez mi? Ez mi nálunk?
Ez micsoda, ilyen kell nekem is. Az mi volt? Follow me, take item clear, take a break, build, már most, follow me. Ilyen parancsokat tudunk neki osztogatni. Mi ez a szar? Most komolyan megsüketült az ember. És írkálunk neki egy lapra. És már le... Jó van. Na, mi a legfontosabb dolog egy túlélő játékban, srácok? Körül kell nézni. Ez a legfontosabb. És egyébként ez mindenképpen így kell csinálni az életbe is. Nézzétek meg a táskákat. Van benne egy gyógyszer. Tessék, már megérte. Mutatom nektek. Itt a Puff Corp. Akik ugye nagyon híresek. Van két kövem, ezt most itt nem tudom mi történik. Ez elem. Sose lehet tudni. De nem elem voltam úgy. Valamilyen amú. Gránátok, te... Húristen, hát... Na nézd meg. Ott van valami tárp. Meg van egy, van nálunk egy circuit board, aminek kurva sok hasznát veszük most. Ura? Eddig nagyon jó. És az I betűvel inventory. Hát ez olyan, mint az előző játékban az inventory amúgy. Tökre. Add items to the mat to open or combine them. Oké. Okay. És akkor ezt ki tudom nyitni? Open. Ah, most kinyitjuk ezt a tasakot. Aha, nézd meg. Ott van benne a balta. GPS. Adjad ide. Miért van nálunk ez a kő, srácok? Ez hogy lehet eldobni? De húzzon már! Amúgy megmondom őszintén, hogy eddig... Hogy lehet eldobni a követ? Vagy hogy rakom el? Várjátok? Itt a kő. Nem ez az? G? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, srácok. Ezt életben nem jöttem volna rá. Köszönöm szépen. Jó! Van itt egy nagyon aranyos kék madár. Mit kell vele csinálni? Nézzetek, a természet él, nyulak vannak. Hát ez nagyon jó. Várjátok egy kicsit, van egy baltánk is, ugye? Balta. Jó. Ha kell, le tudunk vágni egy nyulat, ez mindenképpen jó. Majd soha nem tennék olyat, csak viccelek. Jó. Flare. Nagyon hasznos ebben a játékban főleg. Na és akkor Isten igazából, most azt nézem, hogy build, learn the basics of construction. Azt nézd meg. Improvised survival book. Kell csináljunk egy átmeneti sátrat. Kell hozzá ez a cucc, amit felvettünk. Az alufólia. Meg kell hozzá bot. Jó. Köszönöm szépen. Na akkor az lesz, hogy Kevin, figyelj haver, én láttam itt, hogy van ilyen. Van ilyen, hogy Kevin, nem volt ilyen, hogy szeret, get sticks, and drop here. Menjél, keresél baszki gajakat. Már el is küldöm, értitek? Első pillanatban megsüketült a gyerek, azt már, na mi van? Már küldöm el. Hát én beszarok baszki, kurva jó. Kibaszott jó! Nem is kell semmit csináljunk. Kevin majd összeszedi. Én addig itt fogok ülni, nézem az állatokat. Na, akkor ez nagyon jó játék. Figyelj Kevin, te szedjed ide a botokat, én megyek, megnézem mi ez a zöld pötty. Na, nagyon fontos, hogy néha egyedül kell hagyni Kevin, mert... Na, furcsán néz egyébként ez a srác. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Amúgy a játék nem néz ki rosszul, na, tehát azért meg kell hagyni. Meg kell hagyni. Egyébként jól néz ki. A mozgás, az animációk, az gyakorlatilag olyan, mint hogy a 2014-ben ragadtak volna. De hát most na, nem volt idő biztos lefejleszteni. De amúgy jó. Amúgy tényleg részletes. Most azt sajnálom, hogy itthon bugos a 4K felvétel. De nem baj. Jól néz ki, tényleg jól néz ki. Ilyen lassan haladok, ez ennyire messze van ez a zöld pötty. Visszamegyek akkor Kevinhez. Várjátok, megépítem ezt a sátrat.
Én azt hittem, hogy ez sokkal közelebb van, de nem. De és akkor az nagyon fontos, hogy ugye a jobb alsó sarokban vannak ugye az ilyen éhes vagyok, szomjas vagyok, álmos vagyok mutatók. Kevin, itt vagy? Kevin? Ezeket Kevin hordta ide? Hát menjetek már. Hát ez az ember a legjobb. Kevin! Figyelj csak, haver! Nagyon jó vagy, ez nagyon jó csinálod most. De most már állj le. Figyelj csak, elég ennyi. Kevin, állj meg. Figyelj csak, pihenjél egy kicsit, jó? Nyugodtan pihenjél. Majd legközelebb, jó? Ügyes voltál, Kevin? Nagyon jó, pihenj csak nyugodtan, jó? Úgy, üljél csak le. Na, ide a napra, ide csinálunk szépen egy sátrat. Na akkor. Ez eddig kurva jó. Ez előző forrásban nekem sose tetszett az, hogy nekem kell gyűjtögetni. Na, az, hogy a crafted spear, olyat tudunk csinálni, de nekünk nem az kell, hanem nekünk a sátor kell. Na, és most ezt hogy tudom lerakni? Switch mód. Aha. Srácok, hogy? Ezt hogy csinálom meg? Várjál már. Switch mód. Én csak ezt akarom lerakni. Hogy? Nyomd meg a fehér gombot. Fehér gomb? Firewood basic fire, nem az. Tent. Az inventory-ba kell. Igen? Inventory. Na várjál, mert van nálam bot. Bot. Combine. Bot. Bot. És akkor kell az a ez. Ezt nem lehet megfogni. Bot. Jani, Kelvin tud tüzet is épni. Jó, micsoda? Kezedbe kell venni az ezüst ruhát. Azt mondjad, hogy? Várjátok, már azt hisznek, én tudom, mit csinálok. Megvan! Ott volt! Megjelent. Nagyon jó, itt lesz a... Nagy... És merre néz? Ja, hogy ez... Hülye vagyok. Mindegy, igen. Nagyon jó az alufólia. Ez az. És akkor most... Tudok... Most kell a két bot. Aha. Ja, igen. Az kell. Egy... Várjál, mert valami... Hát nem... Ott van! Figyelj ide! Gyönyörű! Másik bot! Hát olyan, mint én csinálnám. Teljesen biztonságos. Kész! És itt tudunk... menteni. Szép. Na, figyelj ide, Kevin, mondom neked, mert állsz, baszki. Azt mondta, pihenj, ne az, hogy állj. Kevin, figyelj ide. Nagyon fontos. Most kell kurva sok fa. Tehát itt most azt mondja... Várjál, nem! Tüzet is tudsz építeni. Hát várjál már. Shelter tud építeni. Semmit nem kell csináljunk. Fire! Kelvin, légy szíves. Egy tüzet, jó? Ide csináljál már, jó? De nagyon fontos, kb. Ide. Tehát ide. Ide kellene. Erre átsétál a fólián. Nagyon jól csinálod. Azaz. Jó, menj csak. Csak lekövetem, hogy mindent jól csinálod. Csak megnézzük. Jó. És akkor én meg elkezdek fát vágni, mert azt tudom, hogy ebben a játékban az is nagyon fontos, tehát vágjunk fát, az fontos lesz. Jó, na akkor, elrakom az irány... Igen, jó. Teljesen realisztikus. Azt a rohadt. Üssed, azaz! Várjál, hova fog gölni? Kevin. Kész a tűz? Te Kevin, baszki, te kurva jó vagy, bassza meg! Hát erről nem volt, hogy ennyire fasza vagy! Baszki, mi lenne nélkülem? Úristen, vagy nélküled, basszus? Hát akkor csináljál már még valamit! Várjál, build? Hát ez hihetetlen jó az a csávó! Esküszöm! Várjál, kell sötét lenni! Egy gyors sheltert!
Pörgess össze ide. Ne ide! Ne ide, ahova állok. Menni fog? Ez mit csinál most? Na jó, mindegy, ezt most hagyjuk, inkább ne beszéljünk erről. Kivágjuk a fát. Kelvin, vigyázzál! Kurva jó ez az animáció, tetszik. Azaz, hát meg... Kelvin, vigyázzál! Vigyázz! Na, most nagyon fontos, itt építenünk kell valami bunkerszerűséget, mert ez így nem lesz jó. Ez mi? Nézed már. Itt most, ezt le tudom ide rakni? Ez most csak... Ez most, ez egy fal? Már nem mozdult. Így már építek, tehát ez most egy fal. Nem jó. Na most nem tudom, hogy hogy kellene. Itt az a baj, nagyon-nagyon nem jó itt a környezet. Kelvin, nyugi. Figyelj csak! Fát hozzá még, Kelvin. Fát hozzá még. Szegény, kurva élet, nem akartam megdobni, esküszöm. Na, egy kicsit halász, Kelvin, mert... fog kelleni kis kaja. Semmi gond. Jó, kösz. Nagyon nagy vagy, Kelvin, nagyon jó. Jó, na itt azt mondja. Én már... Most ebben a játékban ugye, azt kell tudni, aki esetleg nem ismerni a forestet, nem tudom, hova tűnt a fal, amit kivágta. Mókus! Mókus! Megvan. Megvan. Jó, megvan a mókus. Jó. Na, Kelvin elment halászni, vaj de jól néz ki az eső. Azt nézzétek, kurva jó. Nagyon bassza. Na és akkor... Jó. Ott a hal. Kelvin, azért mi a fasz van vele? Ne, mi? Ne edd meg! Kelvin, hozod a halat? Úgyhogy most fogtad ki az első alatt, kell. Jó van, nagyon jó csinálod. Na! Nem tudom, hova lett a fal, amit kivágtam, ott tartottam egyébként. Nem tudom, hogy csinált egy másik kemp. Hol van a többi része? Összeszedte Kelvin? Hát most két... Hát ne csináljátok már velem. Itt sticks. Stick van, sticks. Stick? Tactical jacket. Hát várjál már, ez mi? Ez rajtam van. Gránátok. Nagyon sok minden van itt. Köszönöm, hogy mindjárt megmérgeződik a tigris. Mert mitől? Haltól? Hát ne szívassatok meg. Vágok egy kis fát. A sátor mellett van egy rönk. Tényleg? Én nem vettem észre, vágok még, mert... Dőj már! Ki van számolva pontosan? De hogy csak ekkor? Ez a kerítés! Hát az egész kurva sok meló lesz itt felépíteni valamit. Azt sem tudom, mit csinálok, Isten igazából. Tök szar lehet ez a hely, ahol vagyunk. Figyelj ide, Kelvin! Jó, Kelvin, elég lesz ennyi hal, mert ránk romlik. Figyelj ide! Elég lesz kicsit pihenjen, jó? Függőlegesen is lehet építeni? Szivattok. Lehet, akkor mindjárt építek egyet. Amúgy mondanám, hogy... Hogy lehet? Mert így forgatom, hogy a rohadt életben már... Ne!
kiforgatom, és... Na jó, de hát így mire felépítek valamit? Hát srácok, itt semmi nem lesz estére. Most megmondom. Nyugodtan pihenj csak, nyugodtan. Jó, na jó, csinál. Én nem tudom most, ez mi? Így tud így menni a fa. Ez egy feature. Jó, oké, ezt itt hagyjuk. Én ezt nem tudom, nekem ez az építési mód jobban tetszik itt. Jó, hogy megedd a halat? Ez kis rácuk, annyi minden van itt. Én megőrülök, esküszöm. Nem tudom lerakni! Valami van. Ugye csak kell... Figyelj, Kelvin, nem tudsz fát vágni, Kelvin? Azt mondnám meg nekem. Mi az, hogy clear? Clear. 10 méter clear. Ez mit csinál? Most mit fog csinálni? Na szóval ezt el lehet raktározni? Ne edd meg, ne! Vágja már a fát. Hát mondjuk így jól haladunk, hogy ő vágja. Hihetetlen. Megettem nyersen a halat. Nem lehet valahogy egyszerre többet felvenni amúgy? Ezekből a cuccokból? Nem? Ide? Így le tudjuk rakni? Nézd meg! Amúgy így nem is rossz. Na mit nézzel? Ne nézzél! Kész is vagy? Kelvin! Ennyi volt? Ne idegesíts már, hogy? Nem vagy te kész, kizárt, hogy kész vagy. Ez jó lesz átmeneti bunkernek, ez egy átmeneti shelter lesz itt. A tüzet kell arrébb rakni. Ja, én lehet lárakni a húst! Meg tudom sütni a mókust! Megsütjük. Nem történt semmi. Basz, ki mi a fasz? Én már ugrottam a vízbe. Kelvin, figyelj, gyere ide! Kelvin, gyere! Kelvin. Köves, gyere! Na most mondom neked, gyere. Kövess engem, és itt most takarítsd el az összes fát. Itt mondom neked, nézd, gyere! Itt, látod ezt? Kelvin, na most! Itt clear, mindent clear-eljél ki. 10 méteren belül, mindent clear. Úgy, nagyon jó vagy. Ez már biztos kész ez a mókus. Ez annyit eszek, mint a kurva élet. Inni is lehet amúgy? Itt sose lesz gond a izével. Fullosak vagyunk. Amúgy nem is olyan rossz ez a hely, ahol most vagyunk, nem? És te igazából nem tudom, hogy pontosan most mi, ezek után mi a teendő, de majd szerintem ezekre az a pontokhoz kellene elmenjünk. Most milyen napszak van, azt tudom? Azt szerintem lassan azért... Megy le a nap. Hogy tetszik? Eddig nagyon jó. Kurva sok fát. Kell, mint egy... Kivágja a fél erdőt. Ez ilyetlen az ember. Ez gond nélkül kivágja, az egész erdőt kivágja. Ez a legjobb csávó. Ha nem azért, de azért ez így rohadt nagy segítség.
óvatosabban kell, mint baszki, mert gond lesz. Jól csinálja amúgy. Teljesen körbe fogjuk keríteni. Ha mondjuk az a baj, arra nem gondoltam, hogy... Most ez komoly? Mármint, hogy most... Én nem tudom, mi történik. Üdvözlet mindenkinek! Ez survival játéke? Igen. Ez az. Én... Ezt most miért így rakta a játék? Emiatt a szikla miatt? Az lesz az ajtó? Jó, csak itt... Szerintem itt nem fogok tudni... Ezt nem fogok tudni lezárni. Vagy igen? Hát látjátok erre fel... Hát de... De, jó. Nagyon jó, letisztítjuk a terepet, ez nekem nagyon tetszik amúgy most így. Jó. Mondjuk kell egy ajtó, az igaz. Azaz, nagyon jó csinált, Kevin. Azt mondja, alá kell tenni egy fél rönköt a talaj miatt, elvileg Nessai-nál így volt. Nem gond, a színkülönbség... Micsoda? Amúgy egész jól néz ki, igen. Itt most már össze fogom kötni, tehát itt ezt várjátok, ezt megszüntetem. Most már... Ja nem, még egyel arrébb, ugye? Igen. Nagyon jó lesz így. Kevin, te baszki, te valamit tudsz, haver! Bokrokat is le... Ne idegesítsetek már, mik ezek a hangok. Hát ez hihetetlen, ez a csávó. Ez nem azért, de ez hihetetlen. Kurva jót csinálja amúgy. És akkor most már... Már gyönyörűen... Már... Ez egy biztonságos hely is lesz. Pillanatokon belül. Most kezd lemenni a nap, ugye? Minek hívják? Kelvin a neve, nem? Állj meg! Kelvin. Az a neve. Sürgősen sietnünk kell ezzel a minifallal, mert az a baj, hogy lemegy a nap. És itt este gondok vannak ebben a játékban, ez az a típusú játék. Legalábbis az előző olyan volt. De rendes a játék, mert adott nekünk azért időt. Aha, és itt lesz gond ezzel a szarral, mi? Azért eltakarítjuk a fát rendesen. Ah, nem jó! Nem azért, de ezt kezd... A GPS-en van óra? 16:28. Időben vagyunk. Figyelj csak, Kelvin, nagyon jól csináltad. Holnap majd még egy 20 méteres körbe is ugyanezt akkor, és akkor jóba leszünk. Minden a legnagyobb rendben van. De... Ászméletlen vagy, haver. Hallod? Pihenj le egy kicsit. Nagyon jó vagy. Na megint neki basztam, én nem hiszem el amúgy. Nem volt szándékos. Mi volt ez? Valami állat. Ősz! Nem, az ősz nem ők. Hogy mi? Volt valami? Úristen, megy le a nap. Nem jó. Tönkre ment a ráugrottam a sátorra, mi? Ezek ott voltak? Ott a távolban van valaki? Nem vagyunk jók.
Nem tetszik ez nekem. Szétbasztam a izét. Kár, hogy Kelvin nem tud segíteni építeni egyébként, az még fasza lenne. Ez így szar, de nem baj, legalább nem nekünk kell kivágni a fát. Tud segíteni? Bassza meg akkor. Mindjárt akkor megnézem, hogy hogy. Na, eddig jók vagyunk amúgy. Oké, az ki? Itt mit? Ez most mit? Ez? Itt most mit látok? Ez most egy négy lábú... lő? Mi történik most? Simán átmászik a falon. Ennyit ér a fal. Álljál meg! Figyelj csak! Állj meg! Hagyj beszéljünk! Szia! Nem. Mond, azt mondta nem. Akkor ha nem... Én nem tudom, hogy mi ez. A fogalmam nincs. Valami kutyám a jó. Na, tűnik. Nincs elég fánk, hogy ezt faszán megépítsük. Most már meghalunk. Vége van. De ki ez a lány? Most nem azért, de hogy tényleg. Mert nem tűnt olyan ellenségesnek. De nem tűnt barátságosnak sem. Na most, állj! Hát én nem tudom, mi történik. Szerintem egy felfedező egyébként, csak olyan... Ez mi volt? Na, jó. Ide gyorsan ezt... Add ide. Mi ez? Na mindegy. Jó. Van ilyen fény. Sötét kezd lenni. Mármint tényleg. Lehet csinálni olyat, hogy mondjuk fákja, vagy valamilyen tűzszerű. Tűz. Flor. Flor! Micsoda! Van amúgy tervrajzom egy jobb menedéknek fa... fából. Ja ez? Igaz. Jó. Kevin, figyelj csak, gyere, mert én nem tudom, mi történik itt kint. Várjátok, már mentek egyet. Ne felejtsük már. Van itt save, ugye? Itt. Save. Jó, save. Nehogy már meghaljunk. Kevin, gyere be, én azt mondom, mert itt biztonságban vagyunk. Hát ez a fény, ez olyan, hogy azt mondja, kell stick még. Kelvin, figyelj ide! Kellene még stick. Bazzik, összedőlt a kis sátor. De bazzik, álljál már meg, Kelvin. Figyelj, mert kellene stick kell. Azt mondja, stick. Stick, stick kell, stick. Ide, így dobjál le sticket. Semmi gond, csak gyorsan szedj össze, gyorsan szedek követ. Na mondjuk amúgy, ezt mi is összeszedtünk annyit. Megvan a rock, ugye? Kell a stick. Kelvin, baszkit, nagyon nagy gond. Figyelj csak, inkább pihenjél. Nem, majd ezt megoldom. Jó,
Kelvin, nyugodjál, pihenjél meg. Azért ma elvesztetted a hallásod, de megértem. Pihenjél kicsit, jó? Aztán itt ne szarakodjál nekem itt a kibaszott fal mellett. Na! Stick! Kell stick! De ő hogy talált sticket? Nem értem. Itt van. Stick megvan. Kő megvan. Log. Még mindig kell fa. Nem lesz ennyi fa. Ki kell vágjunk egy fát. Egy megvan. Kevin, figyelj ide, őrizzed a helyet. Safe. Safeguard. Valami. Beleraktam dolgokat. Igen. Valami hiányzik még? Négy darab fa? De mi hát a kő is meg... Négy darab fa, ugye? Négy darab fa. Azt nézd, milyen. Itt ezek van világítás, hogy a kurva életbe. Szerzek én fát, ne aggódjál, Kelvin. Ez a forest. Már vágom is. Át lehet aludni az éjszakát. Kinek van ideje aludni? Amikor a világ legnagyobb fortressét építjük itt a forestben. Ott is van. Az eltévedtem. Várjál már, merre van az arra? Erre van, ugye? Követem az őzeket. Még kell kettő. Kelvin, hozzá már két... Á, bazzik, mindegy. Mindegy, hagyjad, hagyjad. Minden oké. Mutatja, minden oké. Imádom. Minden oké, amúgy. Hova lett a... Kelvin, látlak, nem fosok be tőle, gyere. Na. Kő! Kész. És most már aludhatunk. Alvás. Na, na. Pillanatok alatt legdurvább kunyhónk van. Kelvin, te még mindig itt vagy? Minden oké? Este minden fasza volt, Kelvin? Micsoda? Mit mutattál? Menjünk tovább? Szeretnél tovább menni, Kelvin? De figyelj, mehetünk, amúgy. És igazából kész a... Nem. És vicceltem! Na, Kelvin, figyelj! Follow me! Megyünk tovább! Na, szomjasok vagyunk, éhesek vagyunk, először eszünk. Kristály tiszta ez a víz. Meg enni is kéne. Van nálam kaja, gyere csak Kelvin, gyorsan kajáljunk, aztán megyünk. Jó kis... Ez mi? Ez egy hulla? Észre sem vettem, hogy van itt egy hulla. De várjatok már egy kicsit, hova lett a tűz? Ki aludt? Hát Kelvin, így vigyáztál éjszaka a tűzre? Hát nézd már meg. Azt mondja. Igen. Sose tudom, hogy hol van ez a szar. Ja nem, nem is kell nekem tudjam, hát hülye vagyok én. Kelvin, majd ő rak nekünk tüzet. Kelvin, figyelj ide. Kis tüzet. Csinálj már gyorsan. Build fire. Ne nyugi, teljesen jó. Gabrosz, nagyon szépen köszön az egy évet. Vroxton, a 16 hónapot. Dino, köszön az egy évet. Fetasajt, az 55 hónapot. Jokika, vagy Jokika, bocsánat. NL Device, köszön a 30 hónapot. Nuello, köszön a Cheert, na. Globe Thunder, köszön szépen. You can save me.
Köszönöm 44 hónapot. Agresszív kiskacsának köszönjük a donétet. Enhorny, kopasz, nagyon szépen köszönöm 49 hónapot. Kihűlt meleg szendvics, kösz a fél évet, vaseper, kösz a donétet, Kevinnek egy kis borravaló, nagyon aranyosak vagytok. Jade Damasta, Popcorn Hungary, Duratimi, Daibo, Lashley, Rofld, Jetko vagy Jetko, Aglarnis, Mirtuli, Molnár Roland, Victoria, Kecskébe fingolta még egyszer, nagyon szépen köszi mindenkinek. Na jó, Kevin, köszi szépen a tüzet. Akkor szerintem gyere utánam, jó? És akkor megyünk tovább. Na, nézzük tehát. You are hungry. Hát ezt nem tudják, hogy kivel van dolgok, baszki. Nyersen zabálom meg azt a kurva halat. Ennyi. Ne hülyeskedjünk már. Nem fogok én itt szarakodni tűzzel. Ennyi. Túlélők vagyunk, vagy nem? Futás! Menjünk meg, kurva messze van. Itt amúgy van egy... Ez mi? Nézzétek már. Van egy barlang. Itt. Ez milyen barlang ez? Ó! Oh. Várjál, már itt van kötél. Azt nézd meg. Meg van még itt loot. Energy bar. Energy bar. Ez még egy ilyen cucc. Ne! De most nem leszünk ilyesek. Tarp. Itt van egy barlang. De nem megyünk be, ez tudja, hogy halál. Menjünk. Na, Kelvin, mondom, mi van. Menjek be? Tényleg? Jó, bemegyek. Hát ott tényleg jó. Az a baj, nincs valami jó fákjánk, vagy valami. Ez babkonzerv. Mi a fasz volt az hang? Ez mi? Ez minek van? Ez emberhús volt, amit felvettünk? Itt vagy velem ke... Mi történik itt? Ez kell a lépnek. Jó. Nagyon sok jó loot van itt. Menjetek be, ez fullos lootos hely. Nagyon jók vagyunk. Laptop. Micsoda? Ha nem lehet elrakni ezt a nagy lámpát, azt kér pedig. Semmi nincs itt. De Kevin nincs vele. Mint hogyha valami járkál, én nem tudom. Járkál? Hűha! Halottak vannak, de érdekes, ezek nem olyan rég halhattak meg, ezek az emberek. E-mail collective. This is what we are looking for, és egy ilyen kő. Jó. Multiple new crafting, molotov cocktailt tudunk csinálni. Csináljunk is. Hol van? Vodka. Sose lehet tudni, hogy kell, nem fog. Jó.
tovább lehet jönni. Picit befostam. Hát már kicsit azért vegyem már egy baltát. Az mi az az? Be van szorulva oda valaki. Ez mi ez? Jaj. Time Bomb Collected. Hol van ez? Állítsd át, Jani, normál, ne is éljen, mert nem normálom vagyok. Amikor újrakezdtem a játékot, akkor... Basz, meg lehet, hogy rosszan nyomtam, amikor újrakezdtem a játékot. A kurva életbe. És azt át tudom állítani így, vagy újra kell kezdjem? Ja, fasz volt ez? Lábakat lehet ez. Egyben át lehetett. Újra kell kezdeni. Jó. Nem sok minden van. Újabb e-mail. My workers are having a lot of trouble getting anywhere inside these caves. Több világításra van szükségünk, mert nincsen elég fény. Érdekes, érdekes levél. Nem lesznek ellenségek? Uh-huh. Mindig az a kérdés ilyenkor az jut eszembe, hogy amúgy ez baj. Tehát, hogy... Nem tudom. Látok? Aha. Ez az a cucc, amit keresnek? Az nem... Nem? Mint hogyha ez lenne az. Vagy nem, vagy nem? És mi ez? Ez egy interdimenziós kapunak a rajza, azt látom. Ah, itt vannak amúgy egy páran. Értem, értem. És itt... Más nincs. Hát itt még nagyon sok hulla van. Nagyon sok hulla van, és tudunk tovább haladni. Én ennek végképpen örülök. Valami hang volt. Kiölte meg őket? Az a sok lábú balfasz. Én nem tudom most ez meddig... És meddig megy ez a barlang? Ez a végtelenségig tart ez a barlang? Nagyon-nagyon izgalmas. Itt valami van. De ne vérkék.
Én ezt nem értem. Én haladok előre. Na! Fény! Fény! Jó. Gyakorlatilag valamilyen undorító gumóban vannak ezek az emberek, de mi az a fény? Nem tudom, elképzelésem sincs. Itt is fény. Itt valamelyik... Hát de olyan, mintha nemrég haltak volna meg. Zseblámpa, vegyem le. Nem, ezt le tudom kapcsolni. Vagy ezt lehetne levenni? Csak lekapcsolni tudom. Figyelj, itt fogunk ilyen dögleni amúgy ebbe a barlangba, ezt most mondom. Amúgy itt a barlangban nem is lenne rossz létrehozni egy bunkert, csak itt nincs kelvünk. Most figyeljetek már. Én most nem tudom, mi van. Az mi? Felakasztott emberek. Felakasztott ember. Felakasztott emberek. Két fele lehetett menni, jobbra és balra. Aha! Na, ez zsák utca, ez már jó. Bár ide is eljutottunk végre. Amót találtam. Meg egy cikket. Missing CEO. Hát igen, ezt jöttünk keresni, ez rendben van. Baromi mély ez a barlang, csak mondom. Jó hangzik. Sose tudom, hogy kell bezárni. Hol van vége? Megint elrakta a bal... Ki mondta, hogy rakja el a baltáma? Sose lehet tudni. Ez egy speedrun, ez hát jó srácok, most... Majd nem sokára átrakom akkor, vagy megpróbálom átrakni, de hogyha újra kell kezdeni a játékot, nem sok kedvem van hozzá, megmondom őszintén. Olyan szép bunkert építettünk Kelvinnel. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, most haladunk. Nem lehet átrakni. Aha, az jó. Hát... Ez speedrun. Azt nézd meg. És akkor itt ennyi volt, ugye? Mert itt nem tudunk átcsúszni, mert ez kéne valami kesztyűszerűség. És akkor ennyi. Van ott? Ó! Ez mi volt? Rope gun! Hát menjetek már a picsába, kurva jó. Rope gun. Majdnem. Ezzel a rope gunnal fogjuk... Nem, egyszer. Van mentésed. Vágom, hogy van. Hát fussunk tovább, nézzük most már, most már kíváncsi vagyok, mi van ebbe a barlangba. Vajon Kelvinnel mi lehet most odakint? Ez itt a kérdés. Ez volt a barlang? És most jutunk ki a barlangból.
Ott van Kelvin! Kelvin, visszatértem a ver! Hallod? Kibaszott jó volt lent, érted? Kurva sok enemi volt. Látod, milyen véres a baltám? Nagyon kemény volt Kelvin. Remélem jól vagy. Nem? Nem látod, mi? Hazudok. Honnan tudod? Honnan tudod, Kelvin? Nem bólogathatsz így! Nem bólogathatsz így, Kelvin! Figyelj ide! Lent voltam, kurva nagy meló volt, érted? Ezt nézd, mit szereztem, baszki. Beszarsz. Hol van ez a szar? Én nem hiszem el. Ennyi volt a Rogue Gun. Figyelj ide! Kelvin, ezt nézd meg! Ezt a lábat nézd meg, basszod! Mi? Durva, mi? Ugye milyen durva, Kelvin? A kurva életbe, Kelvin, hogy nem jöttél velem! Jaj, Istenem! Jó, csak viccelődök. Na, Kelvin, nyugodj meg. Jó? Pihenj egy kicsit. Nincs semmi gond. Nyugodj meg. Jó van. Jó, srácok, akkor azt mondjátok, hogy akkor nem lehet visszaállítani a mentést? Vagyis, tehát nem lehet mit csinálni ezzel most. Tehát, hogy... Akkor miért... Aha... Miért, hát, hogy a faszba nyomtam én szarra? És arra kell menni. Most akkor kezdjük egy új gémet? Jó, mondjuk amúgy alapvetően az, az igazság, hogy... Most... Á, nem! Tudjátok, én nem kezdek újat. Megmondjam miért, mert azért már benne vagyunk egy jó ideje. Én most nem kezdenék egy új játékot. Én nem kezdenék egy új játékot, úgyhogy így megyünk tovább. Most már az nekem... Az a baj, hogy túl sok időt fetszöltünk már el erre. Jaj, Kelvin, basszus. Kelvint ott hagytuk. Én el akarok menni eddig a pontig. Kelvin, figyelj ide! Tudom, hogy nagyon veszélyes itt a dzsungelben. Nehogy azt itt, hogy egyedül hagylak, Kelvin. Soha nem hagynál egyedül. Gyere csak, figyelj csak. Ide húzzunk fel gyorsan egy izét. Felhúzunk ide gyorsan egy ilyen átmeneti cuccot. Nincs botunk. Kelvin, gyorsan botot? Szerzel botot? Ott is van. Egy bot. Kell még egy bot. Bot. Hol van a bot? Nincs még egy bot. Ott van. Azt mondja, hogy... Egy bot. Teljesen kezdem átérezni ezt a játékot. Ott, ja, hogy már most így. Na és akkor alszunk egyet. Mikor keltünk fel? Mi történik? Hajnali 2:30-kor? Aludjál még? Ki ne találd már nekem? Na, így van. Ajaj, vészesen szomjasok és éhesek is vagyunk. Azt írja itt a játék. Hát akkor mindenképpen együnk. Pörögjön egy energy-tal. Ezt a szomjat, hogy hogy oltott, ez fogalmam nincs, de... De működik. Jó. Hát akkor mehetünk is. Na, Kelvin! Figyelj csak, 7:30. Én azt mondom neked, hogy délután odaérünk. Gyere. Menjünk. Jön utána... Kelvin, bazzek. Ezért egy kicsit tempósabb is jöhetsz, Kelvin. Jó, na menjünk. Azt nézem, hogy hogy lehet oda legkönnyebben eljutni. Követni kell ezt az utat, amúgy alapvetően annyi. Át kell menni egy folyón. Hova lett? Hát jön. Jó. Veszünk elő egy... Nézd meg itt, nagyon sok mindent lehet csinálni, de jó lesz a balta. A sátorvászon, ne hagyjam el. Milyen sátorvászon? Várjátok, itt a folyó. Ezt gyorsabban odaérünk, mint gondoltam akkor. Kelvin itt átugrasz gyönyörűen. Kelvin, az ismered ezt a terepet, nem? Kelvin! Hol vagy?
Hol megy az? Normális. Nézzétek már, az őzikéke fut. Hát ilyen van. Kevin gyó... Ez mi ez a hang? Halljátok ezt? Ez egy kis víz... ez egy kis vízesés! Aha! Nagyon jó. Na. Jön már Kevin, itt van mögöttünk. Ez így szar, Jani. Srácok, én ezekkel a kommentekkel most nem igazán tudok foglalkozni. Hogy is van? Több mint egy órát fetszöltem bele ebbe a végigjátszásba, nem fogom újra kezdeni. Elmegyünk eddig a pontig. Megnézzük, mi van ott. Akinek ez nem élvezetes, én megértem, biztos izgalmasabb lenne, akkor biztos több enemi lenne, vagy ilyesmi, de... most nappal amúgy sem nagyon vannak enemik ebbe a játékban, vagy igen? Én nem tudok róla. Kiraboltuk ezt a kempet. Jó, tovább, hogy is van? Hát nem sokára ott vagyunk. Az egy, de és akkor vannak ilyen questek? Hop. Vannak azért itt emelkedők. Tehát itt vannak ilyen questek? Appal is vannak enemik? Nézd, ez a forest. Az erdőben vagyunk. Na nézzük. Kelvin, itt vagy? Azt írják, koszos vagy. Igaz ez? Mi történt veled, Kelvin? Figyelj már, kicsit véres a fejed. Valami clear. Hát ő, de nem lehet olyat csinálni, hogy tisztálkodjon meg. Nem baj, Kelvin. Na jó, csinálod. Kövess csak tovább. Ütök közben mindent is. Kivágom ezt a fát, csak azért, mert... kivágtuk, jó? Ja, várjátok, már túl jöttünk a pont. Itt a pont. Itt a pont. Ez a pont. Egy barlang? Ez a barlang a pont? Na megint? Na megint egy barlang? Aha. Hé! Ez nem olyan barlang, ez már itt ilyen bunker. Aha. Ott, aha. Menjetek már, mi a fasz? Itt nagyon sok minden van. Kirabolom az egész helyet, azzal kezdjük. Utána körülnézünk. Hopp. Valakinek itt a matraca. Volt valami hang. Valamit nyomtat nekünk. Ez egy 3D-s nyomtató. Azt nézzétek már... nyilakat nyomtat! Hát menjél már. Tudsz még valami mást? Várjátok már, tud még valami mást nyomtatni? Maszk. Grappling hook. Maszk. Kell egy maszk! Legyen már! Helmet, arm, chest. És fel tudjuk venni, vagy mi? Azt nézd meg! Ott a maszk!
Jó. Más nem kell innen, vagy igen? Grappling hook? Mi ez a tech mesh? Sled? Nem kell ilyesmi. Vagy flaska? Várjatok, ez mégis jól jött. Csináljunk egy. A mobok ellen jó a maszk. Aha. Így már értem. Szóval azt hiszik, hogy valamilyen ilyen speckó valaki vagyok, hogyha felveszem a maszkot. Már értem. Ez mi? Ez egy Xiaomi robot porszívó, nézd meg! Most megmondom, hogy az. Semmi... Mit ír? Valamit írt. Itt van valami gettó. Ez a gettó volt a izébe is, nem? A barlangban. Olyan, mint valami megfagyott nyál. Undorító amúgy. Volt valami hang? De beszartam. Azt mondja, csicsiri. Ja, ez a kurva neonnak van ilyen hangja. Van egy óránk. Pénz? Óra? Kurvára megérti ide bejönni. Nincs kódkártyánk. Kellett volna kódkártya? Na várjatok egy kicsit. Ezt meg kellett volna találjuk most? De van... Nincs ilyenünk. Annyi minden van nálunk. Pénz. És pénzzel nem nyílik az ajtó. Na várjatok egy kicsit. Honnan szerezzünk kék? Ez a robot nem tudja, hogy nem szoppantotta véletlen fel. Figyelj csak! Hú, mit kapott szegény? Semmi. Ezt nem fogjuk tudni megszerezni, ez a kék szar. Nem korrupt. But that's not... Is safe, but that's not... Why... Micsoda... Seems... Nem tudom, olvasni. Are built. 4 PM. Itt tudunk aludni. A kis létra mellett nem volt... Vannak, igazatok vannak, hogy vannak nyílvesszők, csak kódkártya nincs. Akkor ez a barlang, ez ennyi volt, ugye? Jól sejtem? Emere. Zipline. Tehát akkor ez Isten igazából egy ilyen safe space. Tehát itt tudunk aludni. Itt akkor nincs semmi baj, gondolom én. Miért nem tud ide bejönni Kelvin? De tényleg. Fizikailag nem értem. Itt vagy Kelvin. Te figyelj már. Miért nem tudsz hozzánk lejönni? De akkor ez egy... De várjátok, még mindig zölden pittyog. Ez a cucc. Akkor itt most valamit kihagytam még? Esetleg ezt tudja valaki? Vagy aludni kell bent egyet, és akkor hagyja abba ezt a villogást? Tudsz nyomtatni a páncél az alkatrészt? Aha. Na várjátok, most visszamegyek, mert azt írtál valaki, hogy ott van a kis létre mellett ez a kurva kártya. És egy páran azt írták, hogy valakinek kellene lenni a folyosón. Aha, értem.
Most itt még megnézem, ezen a folyosón nem néztem szét. A kártya nem itt van. Na jó van, akkor köszönöm szépen. Nem baj, visszajöttem. Szóval a kis létra mellett nincs kártya. Aki azt mondta, hogy van, hazudik. Jó. Grappling hookot tudunk, tekmes. De ez nincs is elég ilyen folyadékunk, nem? Nem lehet kinyitni. Nincs elég üzemanyag. Hát most honnan szívjak nektek ilyet? Nyugodj meg! Nincs ilyen cucc itt most. Elfogyott. Ilyen nincs nálunk, ugye? Elfogyott a cucc. Olyan fura ez az inventory rendszer, tehát ez... De érdekes. Rendelni kell, van nálad, vettél fel. És hol van? Nagyon sok hulladarab. Megrohadta! Fúj, megrohadt nálunk a láb. Van nálam. De azt hitte valaki, van nálam. De hol? Ezek nem azok. Sehol nincs nálam ilyen. Megrohadt a láb. Hát meg! Jó. Menjünk tovább akkor. És nem tudom, hogy mi a következő feladat így. Amint hogyha itt kellett volna tovább körülnézni. Beletöltöttem már. Igen, azt látom, hogy egyet töltöttem bele. Na jó. És akkor most azt kellene megnézzük, hogy vannak még itt barlangok. Van ilyen felkiáltójel. Na, oda menjünk. Az jó. Kevin, jössz velem? Egy kicsit. Ezt adjuk ki feladatba. Tessék. Igen, ez valóban túl könnyű, nem mondom, hogy nem az. Ezt én csesztem el szerintem, mert siettem, mikor kiléptem a... Mi az? FPS, hercet átállítani a monitoron. És akkor... Most nem a monitoron, hanem a Windowsba. Felkiáltja és barlang. Kevin, ugye átúszol? Azt nézd, már jön. Mi történt? Mosakodik? De azt csinál, mint én. Kevin, meddig bírod levegő nélkül? Most meddig bírja? Meg fog halni? Lacek, nagyon szépen köszönöm a 20 hónapot! Na jó. Gyere Kelvin, gyere, menjünk tovább. Most már szép tiszta vagy. Hát nagyon jó, haladunk a felkiáltójel felé, ami mindenképp jó. Ó, oh, de kurva jön ez ki. Na, az első lezuhanásnál valahol odaestünk szerintem. A havas részhez. Biztos, hogy az hó volt. Okus! Nem, most nem.
Na nézzük. Haladunk a felkiáltója felé, mert mindjárt ott vagyunk. Én nem tudom, mi történik, de nagyon jó eddig. Én azt hittem, ebben a játékban építeni kell, de itt annyi feladat van. Pedig itt egész komoly dolgokat lehet építeni, nem? Amúgy egész nagy a map, hát olyan sokat sétáltunk, még alig fedeztünk fel. Látok, már éhesek vagyunk. Pittyokat elunk. És éhesek is vagyunk. Kenjél be egy ilyen crunchy vancsiszt? A crunchy vancsiszt? Az... Kelvin, bazd meg, szívinfarktus jött rám. Hülye vagy, Kelvin? Közeledünk. Közeledünk, pi. Mi az? Itt. Ha megint egy barla. Ó, itt a hulla, bassza meg. Basszus, fel kellett volna húzzam? Le kellett volna vágni, vagy fel kellett volna húzni. Kelvin, figyelj csak, van itt valami lejárat? Nagyon jó helyre jössz. Ha itt. Már megyek. Jó, már 1:45 van. Nagyon kifullad a karakterünk. Na nézzük. Levágtuk. Szerintem ide... Le tudtunk esni amúgy. Pia. GPS. Helikopter? Kérdő... Ja, hogy így le lehet trekkelni. Ja, hogy le lehet trekkelni dolgot, ezt most felvettük. És akkor ott lehet hagyni a térképen, és akkor az ott csipogni fog nekünk, tehát gyakorlatilag ilyen waypoint. Ugye? Legalábbis én valahogy így gondolom ezt. És van egy zseblámpánk is, ami mindenképpen jó. Aha. És akkor a következő... Szevasz... Az meg még messze van a következő ember. Itt viszont felgyulladt egy új érdekes pont. Ugye nem ezt néztük meg ott, vagy várjátok, de... Most már magam sem tudom. Annál a zöld pontnál voltunk ott szembe? Nem. Nem. Tegyem Kevinre. Hát de minden Kevint látom. Kevint látom, őt nem kell betrekkeljen. Az az érdekes, hogy eddig egy anomáliával kettővel találkoztunk, volt egy háromkezű... Aja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 j
Hát itt... itt valami történt. Ezeket úgy fejbe baszták, hogy Jézusom. Hát, érdekes. Na jó. Itt volt valami. A csaj nem anomália? Hát hogy nem? Hát kurva sok lába is, nagyon sok keze volt. Az nem anomália? Elégesítsetek már, biztos fixen anomália volt. Tehát itt is normál fokozaton, akkor lennének emberek? Aha. Értem.
kell, legyen valamilyen bejárat. Aha. Itt. Vagy nem? Van egy kiskocsi is. Itt valami mérőeszközök. Igen, itt lettek volna amúgy, aha. Érdekes. Itt van a... ez kellett nekünk a... printerhez a cucc. De ez itt ennyi? Nekem itt nem érdekes sem. Akkor itt ez, ez ennyi. Aha. És akkor most vissza tudnám menni az előző ponthoz, ha körülnézzünk, hogy ott mi van. Mindent értek. Hát én ezt nem tudom. Az az érdekes, hogy hogy nincs egy nagyobb térkép nálunk, mert mint hogy... amúgy alapvetően arra fele lenne érdekes menni. Na jó, bemegyünk abba a barlangba, azt hogy megnézem. Elmegyünk a barlangba. Hopp, láttátok? A GPS egy pillanatra villant. Őzikék. Hát igen, így a játék élmény alapvetően ez inkább egy ilyen üres walking szimulátorhoz hasonlít. Szerintem akik építgetni nagyon szeretnek, azoknak jó ez a mód. Mint kiderült. Enni kéne? Dehogy kell enni. Itt minden a legnagyobb rendben van, nézzetek már rá. Hát még sehol nincs. Kelvin, bírod? Nem ilyen bírja amúgy. Amúgy a játék kinézetével egy percig sincs semmi bajom, remélem nektek is amúgy így bejön. Amúgy fasza. Mondom itt, ez most az én hibám, hogy nincs olyan sok enemy, vagy úgymond nem igazán van ellenállás. Itt valaki zenét hallgat. Fizzy energy drink, now in 3 new flavors, thermal grape. Nagyon állat, ki lehet utani egy csomó kempet. Aha. Na nincs annyi helyünk. Új balta? Az egy új balta volt? Ez egy nagyobb balta, Jesus! Ajajajajajaj. Ez nagyon jó. Hogy van? A keresztel üzem ki? Nem csinálunk olyat Kelvinnel. Nagyon jó haladunk a barlang felé, ez a túra, ez nagyon jó. Ugye Kelvin, milyen jó az a túra? Kelvin? Ja, itt vagy, jó. Most már 2-3 hit egy fa? Én nem tudom, megnézzük? Még ez pont nem a legvastagabb fa. Jobban csapja! Üh! Annyira... full realistic. Na és akkor itt átmegyünk. Átúszunk, egész pontosan. Ezen a folyón. Sima ügy. Itt egyenesen a barlang felé. Kelvin úgyse jön velünk, azt tudjuk. Itt leverünk egy sátrat a barlang elé, hogy minden fasza legyen. Nyomunk egy hatalmas szép gémet. Nagyon fáradunk. Ez mi volt?
Volt valami hang? Hallottátok ti is? Van ilyen, hogy... Volt egy ilyen hang. Hol lehet a barlang bejárata? Hát itt kéne... Ez az? Ez az, ez az. Jó, na akkor itt most. Kelvin? Figyelj ide! Itt felhúzunk egy sátrat. Pillanatok alatt egy új sátrat. Baszki, hát... Kelvin, valami helyet? Nézzél már. Itt is van. És akkor megy bele. Már megint is stickem, hát ez hihetetlen. Várjatok, pillanat. Elővesszük ezt a baltát. Ez, ennek dobnia kéne, nem? Most én vagyok ekkora vak? Ott is van. Na, akkor... Így van. Mehet is bele. Stick. Fura, egy stick elég. Amúgy igen, tényleg igazatok van. Ez így tökéletes. Most lementjük. Jó, szép. Na, akkor nézzünk rá. Erre a barlangra. Ezt még felfedezzük. És minden kiderül. Ha hosszan nyomom az I betűt, van quick menü. Aha. Most... Azt nem tudom, hogy van-e itt... Tehát a zseblámpám, az. Na hát így már is már... amúgy jól néz ki így. Furcsa hang van. És ennyi. Nem már. Ennyi a barlang? Ezért jöttem ide? Dinamittal ki kell robbantani. Valahogy sejtettem, hogy ez lesz a megoldás, csak nem tudom mit. Ezt a részt? Ezeket a sziklákat? Figyeljetek, én kirobbantom. Nem sok ilyen dinamitom van. Még egy. Ez a barlang kijárata, az a baj. Igen! Lehet, hogy mondta valamit. Akkor van egy van egy bejárat? Ha minden igaz, itt kell majd kimenjek. Jó. Kelvin, te mit keresel itt fenn? Haver, ne haragudj már. De hol lehet akkor a bejárat? Fent? Az mi? Egy ősz. Jó. Keresem azt a rohadt barlang bejáratot, de... Ők így nehéz, hogy a térkép nem mutatja. Várjatok? Az lenne ott! Tehát pont a másik végére mentem ott. Hát ezt nem hiszem már. De... Ezek mik? Ajaj. Ha? Ezeket nem olyan barátságosak. Figyelj, de... Kelvin, ha nem jönnék vissza! Kelvin. Állj meg! Állj meg, Kelvin! Ha nem jönnék vissza, a ver! Egyed bazd meg a mérges szamóc, izét mi az? Egyed. Egyet, hallod?
Ha fosni fogsz, engem nem érdekel. Ennyi. Be a barlangba! Hát ez valami hihetetlen, fergeteges. Barlang. Aha. Húj. Húj. Jó, nem a víz alatt kell menni. De... Hát akkor hogy? Pedig ott lent van valami. Tényleg a vízbe kell menni? Szivattuk engem. De nem látok semmit. De hogy lehet világítani a víz alatt? Nincs is fény. Ide kell majd valami búvárcucc. Hát... Nagyszerű. Nagyszerű. Jól van. Ez ennyi szerintem. Aha, itt haltak meg azért. Értem. Jó. Akkor ez ennyi. Ez a barlang. És a titkai. Ki is jöttünk. Jó van. Srácok. Megnéztük. Megnéztük ezt a játékot. Nehéz így bármit mondanom, nem is mondok véleményt a játékról, mert akkor ezek szerint gyakorlatilag a játékot nem láttam. Úgyhogy így nem mondanék róla véleményt. Egyébként el lehet vele lenni, viccesnek vicces, bagosnak bagos bizonyos szempontból, de amúgy el lehet vele lenni, és azt is el tudom képzelni, hogy ez multiplayerbe fun. Meg így felfedezni a barlangokat, meg ilyesmi, úgy. Nem tűnt ez rossznak amúgy, megmondom őszintén, nem volt annyira rossz. Figyeljetek, csak azért, hogy legyünk teljesen, hogy is mondjam nektek, legyen ez letisztázva ez a dolog, legyen még egy stream, akkor ahol normális nehézségi fokon fogom elindítani a játékot, és akkor megnézzük, hogy milyen az, amikor üldöznek is minket, vagy valami fight, vagy akció van. Úgyhogy adok én neki még egy esélyt, és akkor egy másik streamben megnézzük. Jó? Csak hogy legyen ez. Mert amúgy annyira nem volt rossz. Annyira nem volt rossz. Faithless, Marci Matej, Rotten. Köszi szépen a feliratkozásokat. Pocatrok, köszi a 9 hónapod. Vormi, köszi szépen a 49 hónapod. Daniel Faith, Lagolit, köszi szépen a 27 és 45 hónapod. Gary Cash. Köszi a sok tartalmat, sose nézek streamet, de minden mást imádok. Főleg Happy Hour-t. Nagyon köszi Gerikes, köszönjük a donétet. Topajpaj, Munsisi, Zsotti, Kele. Nagyon köszi a reggeli témához, hozzáfűzném, hogy mondhatnak rólatok bármit. Abban, amit csináltok, mindig ti leszek a legjobbak. Nagyon köszi Kele. Hát igyekszünk megfelelni. Nehéz egyébként. Lace, kösz a 20 hónapot, Prodak, kösz a 17-et. Szemnél Balázs, kösz a 46-ot, Aquina, kösz a 4 hónapot, B. Dávid, kösz a Prime-ot, Atti, kösz a 28-at, Rén Szarvas, kösz a 65-öt,
Leto, kösz a Csírt, Kirilész, kösz a 38 alapot, Bendest, Tevenyerek gyártó, Janika, Lubence, Gabrosz, Vroxton, Dino, Fetasajt, nagyon szépen köszi mindenkinek, Globe Thunder, Nuello, NL, The Vice, You Can Save Me, nagyon szépen mindenkinek köszönöm a feliratkozásokat, támogatásokat és minden mást. Tehát ma ennyi volt a stream, nagyon szépen köszi, hogy benéztetek, együtt megnéztük ezt a Sons of the Forest-et. Nem rossz, nem rossz, adok neki még egy esélyt, na, menjünk még egy karikát vele, mert nem volt annyira, tényleg nem volt rossz. Kíváncsi lennék tényleg, hogyha azért lenne mitől félni, akkor az úgy másabb lesz mindenféleképpen. Na de, addigra már ti úgyis expertek lesztek, és akkor tudtok segíteni nekem, hát ez a, nekem a legjobb, win-win. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen szép hétvégétek, már beszélni sem tudok. Ha akartok egyet rögni, akkor a nagy csatorna nézzétek meg az új videót. Hogyha kicsit tekesebb dolog érdekelt titeket, akkor a Shortcut csatornánkon van egy ilyen tekibb videó. Hogyha nem tudom, a streamet akarjátok nézni, akkor hát valószínűleg már csak holnap fogjátok tudni visszanézni. Majd akkor töltöm fel. Nagyjából ennyi. Jövő héten folytatjuk tovább a játékokat, és jövő hét az azért érdekes, mert talán, nem akarok hülyeséget mondani teljesen, talán jövő héten itt lesznek programok. A jövő héten jelenik meg a Volong. Hát az nagyszerű játék lesz jövő hétre. Jó, jövő héten megjegyek a Volong. Figyeljetek, kodozni biztos, hogy fogok még. Azt nem ígérem, hogy a héten, de kodozni biztos, hogy még fogok. Jövő héten szerintem lesz 99%, és mondom, ebbe is belenézhetünk. Aztán meglátom majd, hogy hogyan rakom össze a jövő hetet, de jó lesz. Na, még egyszer jó hétvégét, legyetek jók. Eran Joker, neked is köszi még az 5 hónapot. Szevasztok!